Jó estét kívánok! Háttérkép Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Ki a bánattal mással. Szevasztok! Jó estét! Sziasztok! Aki látta a múlt heti adást, és ezzel nyilván rengetegen vannak így, azok emlékezhetnek, hogy azt ígértem, hogy vissza fogunk térni a demográfia problémájára. Nevezetesen arra a problémára, hogy egyszerre van hideg és meleg demográfia ügyben. Ami alatt értem azt, hogy miközben a világ a kezelhetetlen és tragikus túlnépesedés rémével néz szembe, ne felejtsük el, az elmúlt 50 évben egyszer már megduplázódott a föld népessége, 63-ban születtem én, akkor 3,5 milliárdan éltek a földön, most 7,5 milliárdan vagyunk, 54 év elteltével, tehát megduplázottunk meg egy kicsi, és az demográfiai előrejelzések azt állítják, hogy a következő nagyjából 50 évben ugyanez a folyamat meg fog ismétlődni, tehát 15 milliárdan leszünk. Önmagában érdekes kérdésfeltevés, hogy egyáltalán ez a bolygó el tud-e tartani 15 milliárd embert, különösképpen, hogyha a homo sapiens továbbra is úgy viselkedik a Földdel és annak erőforrásaival, ahogy ezt ma teszi. Valószínűleg a válasz erre a kérdésre az, hogy nem. De persze majd ezt is megtárgyaljuk. Most a lényeg tehát, hogy miközben szembenézünk a tragikus és végzetes túlnépesedés veszélyével, ezzel párhuzamosan például az európai fehér ember meg a kihalás rémével néz szembe, már hogyha egyáltalán ezt képes felfogni. Miért van ez így, és mi lehet a megoldás? Kérdezem én tanult barátaimtól. Kezdje most Bogár Laci. A legfőbb baj az, hogy egyelőre az a magyarázó elmélet is hiányzik, amelyik le tudná írni ezeket a folyamatokat. Tehát a hagyományos értelemben vett demográfia, mint tudomány megbukott, ez teljesen egyértelmű, tehát az értelmezési keret, vagy talán még elegánsabban szóval az a narratíva, az az elbeszélési mód, amelynek segítségével a demográfia tudománya az elmúlt mondjuk 70 év során, tehát a háború óta elbeszélte az emberiséggel zajló népesedési folyamatokat, az teljesen nyilvánvalóan alkalmatlan most már arra, hogy megértsük, hogy ténylegesen mi zajlik, az ugyanis semmiféle kulcsot nem ad ennek a az egyszerűen csak azt mondta, hogy ugye sok ezer éven keresztül nagyon magas volt a születés, és nagyon magas a halálozás, akkor azért stagnált az emberiség. Aztán rövidesen eljutunk abba a korszakba, amikor nagyon alacsony lesz a halálozás főként, ugye, hála a nyugatias modernitásnak, de hát nagyon alacsony lesz a születés, és akkor meg azért stagnál az idők végezetéig az emberiség. Közte meg van egy ilyen robbanás, de ezt hát valahogy majd kezeljük, mert utána úgyis az a stagnálás jön, és ez az állapot, hogy a Föld egészére nézve akár egyensúly közeli is lehetne, mert ez kétségtelen, tehát a termékenységi ráták szintje, ugye a demográfia szerint ez egyébként stimmel, hát logikailag nem lehet másképpen, ahhoz, hogy szinten maradjon egy népesség, ahhoz is azért valamivel több, mint 2 fölött kell lenni a termékenységnek. 2,2. Így van, hát még 2,2, mert ugye a gyerekek is meghalhatnak, ezért a biztonság kedvéért, ha csak stagnálni akar egy emberi közösség, azért akkor is 2-nél valamivel több gyereknek kell születni, és nincs magyarázat arra, hogy az egyik oldalon, ahogy mondtad, hát ez főként Afrika, meg Ázsia egyes tájai, ahol a legnyomorúságosabb az anyagi helyzet, ott miért nőtt mondjuk 6-ról 9-re az elmúlt 40 év során ez a termékenységi ráta, ahol meg azért mégiscsak a legjobbak az anyagi feltételek, tehát Európában, azon belül is elsősorban Nyugat-Európában, Németországban, ott meg miért ment le? Hát most már körülbelül a felére ennek a Németország keleti részében már még az alatt is van, tehát az egyet sem éri el, és erre az uralkodó demográfiai elmélet semmiféle magyarázatot nem ad. Éppen ezért rendkívül tág határok, tehát ugye szóval mondtad ezt a becslést, ezt annyival egészíteném ki, hogy az ENSZ hivatalos becslése ma ami általában így szokott lenni, ugye 3 változattal számol, egy közepesen valószínű változattal, egy olyan változattal is, azért tegyük hozzá, amelyik azt feltételezi, hogy néhány évtizeden belül eléri a csúcspontot, tehát még 2050 előtt bőven, akár már 30-ra is eléri a csúcspontját a Föld népessége, és utána csökkenni kezd annyira, hogy 2100-ban már csak körülbelül 5 és 6 milliárd között lesz. Egy ilyen változat is van. Hát értelemszerűen most hagyna menjünk részletekbe, az elég sötét jövőt jósol abból a szempontból, hogy ilyen hirtelen váltás, ugye háborúk, járványok, éhínség. És a papír mindent kibír. Ne felejtjétek szavatokat. És van egy olyan is, bocsánat, amelyikben valóban a kétszeresére nő, csak azért, tehát ahogy mondtad, de az csak az egyike a 3 variáció. Ugye az egész demográfia atya, ez a bizonyos Thomas Malthus nevezetű anglikán pap, aki sok ideje révén elbíbelődött a születési meg halálozási anyakönyvekkel, és bizonyos törvényszerűségeket figyelt meg. Ő is azt mondja, hogy az egyensúlyt egyebek mellett az állandóan ciklikusan visszatérő járványok és háborúk fogják végső soron majd fenntartani. Igen. Kultúrtörténetileg, ha nézzük, ugye most azzal te is említetted, hogy a világ legszegényebb vidékein irgalmatlan szaporodás, túlszaporodás megy végbe, a világ leggazdagabb vidékein pedig az ott élő emberi közösség legalapvetőbb ösztönét, a fajfenntartó ösztönét egész egyszerűen elveszítette, hogy miért van ez. Az előbbire azért vannak kultúrtörténeti példáink, és talán vannak a régmúltból magyarázataink. Csak egyet hagy hozzak ide. A magyar népmesék döntő többsége azzal a mondattal kezdődik, hogy volt egyszer egy szegény ember. Annyi gyereke volt, mint a rostalika, és még egyel több. Tehát magyarul például a magyar kultúrtörténetben benne van az, hogy a szegény embernek sok gyereke van. Ennek nyilván voltak, mint tudjuk, gazdasági okai is. Persze. A sok gyerek biztosíthatta legalább elméletben a szülők, meg az egész család fennmaradását, túlélését. Ide idéznék egy régi zalai mondást. Nagyon jó a sok kéz, de undorító a sok száj. Tehát azt akartam csak mondani, hogy nem példa nélkül való a múltból az, hogy szegénység egyenlő sok gyerek. Igen, csak ma ez a túlnépesedés, ez pont olyan helyeken megy végbe, ahol a gyerek nem tud munkaerőforrássá lenni, mert a semmiben. Tehát pont az a kb. 1 milliárd ember Fekete Afrikában, aki a szószorosítva semmiben van. Ökológiailag, kulturálisan, 40 kilós, nyilván írástudatlan, mindenféle iszonyatoktól sújtott, tehát semmiféle, persze, igen. Igen, még 3 adatot, tehát ugye az ENSZ egész világra szóló becslése is, a világ egészére vonatkozó becslése is, tehát számol egy 15 milliárd fős változat, 2100-ról van szó, számol egy kb. 10 milliárdossal, az a közepes variáció, ugye a jelenlegi 7,5-ről 10 milliárd, és számol egy vissza, így van, hogy rövid időn belül csökkenni kezd, és akár 5 milliárdra is lemehet, de hogy azért a saját portánk előtt is söpörjünk, tehát azért érintsük ebben a részben a magyar helyzetet is. Az ENSZ, mert ugye minden országra, a világ minden országára nézve van egy hivatalos ENSZ előrebecslés 2100-ig, na, ez még izgalmasabb. A közepes változat az 6,5 milliós népességgel számol Magyarországra nézve. Ez nagyjából a kiegyezéskori magyar, tehát erre az ország területre nézve, ez a kiegyezés utáni Magyarország, tehát ugye 1870, tehát ez azt jelenti, hogy 2100-ban az 230 évvel azt megelőző időszaknak megfelelő értéken lenne a közepes előrejelzés alapján. Hát a mi szempontunkból értelemszerűen a negatív becslés, pedig ez engem is megdöbbentett, mert ugye 2010-ben volt az utolsó, de 2015-ben felülvizsgálták, és Magyarországra vonatkozóan ez a becslés már mindössze 4 milliós népességet vár, ez viszont inkább a 19. század elejének megfelelő időszak, tehát ez legalább 300 éves visszacsúszás, vagy 330 éves visszacsúszást jelentene, ami már történelmi léptékű, és akkor ezzel be is fejezem. Van egy nagyon biztatónak látszó olyan variáció is, amelyikben ugyan lemegy 9,5 millióra, most 9,8 millió, még tudom, egy kicsit feletted, de gyakorlatilag már 9.800.000-en vagyunk, hogy lemegy 9,5 millióra, de 2100-ig újra 10 millió fölé megy. Csak hogy emögött 1,5–2 millió bevándorlóval számoló stratégia húzódik meg. Most ugye én imádom az ilyen trendelő jelzéseket, csak baromira nem hiszek bennük, mert ugye fogni egy trendet, ami volt eddig, azt meghosszabbítjuk, azt abból lesz valami, kicsit emeljük a vizét, vagy kicsit csökkentjük, és akkor elokoskodunk ezen. Nagyjából az ENSZ-nél azt hiszem többet nem tud, meg valóban demográfia tudománya se. Viszont az az helyzet, hogy adott esetben tenni kell. Lenne. És ez a kormányzatok feladata. Na most az meg ebbe a multinacionális, mindenkit szeretünk gyerekek, össze-vissza mászkálunk határokon keresztül, jobbra-kezdve. Ez nem működik, legalábbis nemzeti állami szinten nem. Pedig még működött. Hadd mondjak erre példákat. Az első világháború után elég tekintélyes veszteség, emberveszteség érte a hatalmakat, most beszéljünk csak a központi hatalmakról, nevezetesen mondjuk Németország, Magyarország. Ennek ellenére mind a két helyen a háború után egy egészséges baby boom kezdődött. A második világháború után is, nálunk is. Tessék, ugye a körülbelül olyan 7,5–8 millió körüli lakosság szám, az szépen a második világháború után azt hiszem 10,3-ig fölment, a második világháború után kommunista körülmények között, amikor még a kommunizmus idézőjelben nem fertőződött be a liberalizmusnak a métejével, hanem inkább katonának gondolták, ugye, a megszületendő embereket, mert majd legyőzzük az imperializmust. Ugye? Németországban is a 60-as évek közepéig, végéig még benn volt abba a társadalomba, szülőképes nők számát illetve stb. Az, hogy megfordul ez a trend, és aztán utána egy törés. Tehát mi a tanulság? Az a tanulság, hogy mennél inkább belecsúsztak az európai társadalmak. Ilyen szempontból az Egyesült Államok fehér lakossága sem kivétel, csak azok külön nincsenek megszámolva. Mert ott minden tehén fekete már, ugye? Bocsánatot, nem képletesen mondom. Értitek, remélem a nézők is értik. Majd azért ezt fűznék, mert meg van számolva, okay, csak nem mondják meg. Csak nem mondják meg. Mindegy, a lényeg azonban az, hogy fölbomlottak azok a szervezési keretek, sőt, kifejezetten ideológiai gátakat emeltek ezzel szemben, ezeket a gátokat le kéne bontani. Erről szólhat például egy nemzeti demográfiai stratégia, ami vagy van, vagy nincs. Ha van, akkor ugye már bizonyos dolgokat itt Magyarországon tapasztalhatunk. Hát pénzből élnek a családok, a családtól nem kell elvenni a megtermelt jövedelmet, nem vissza kell juttatni olyan helyekre, ahol meg csak szaporodnak, már elnézést, és csak azért szaporodnak, hogy több legyen jövedelem, ez egyik, és van még sok elem, amit még meg kéne tenni. Egyebek mellett például a többgenerációs anyagi érdekösszekapcsolódás, például olyat, hogy azok, akik felneveltek és felneveltek generációkat, és azok munkaképesek meg. És azoknak például adót fizettek, és amellett adót is fizettek, azoknak például a nyugdíjába is jelenjen meg valamilyen módon. Tehát még nagyon sok, hogy mondjam, intézkedni való, de vannak ellen erők is. Azért a társadalomnak egy jelentős része, akár nálunk is, be van rendezkedve erre a tök individualizmus. Azt mondja, megtermelte, mennyi a jövedelme, be vagytok ejtve, amíg fiatal vagyok, ide megyek, oda megyek, mindenféle passziónak élek, és öreg vagyok, akkor meg a társadalom nyúljon a zsebébe. Na ezt egy kicsit kontrakarírozni kéne, ezt a konfliktust fel kéne vállalni. Talán annyit tennék hozzá tényleg csak egy pillanat, hogy az logikusnak hangzik, hogyha jó, de takarékoskodok én, mondja, félreteszem azt a pénzt, és akkor öreg napjaimra jó lesz. Csak az a gond, hogy nem a pénzt akarja megenni, értelemszerűen senki, hanem valami ennivalót szeretne, azt meg akkor is elő kell állítani valaminek, hogyha ő takarékoskodott. Tehát ahhoz, hogy meg tudja vásárolni, hogy legyen az a pénz, amiért megvásárolja, az az egyik nagyon fontos feltétel, de a másik nagyon fontos feltétel, hogy legyen, aki előállítja azokat a javakat. Ilyen értelemben véve ez egy meddő vita, mert a szó legtermészetesebb értelmében csak ez lenne a megoldása annak, hogy visszaállítsuk azt az ősi mechanizmust, amire utaltál az előbb, meg az Imre is beszélt róla, hogy a gyerek tényleg termelési tényezővé válik, mert visszatermeli. Tehát az a gyerek, aki el is éri a felnőttkort, és azért erre ma némileg jobb lehetőség van, mint mondjuk jobb. 300 évvel ezelőtt volt, tehát eléri a felnőttkort, becsületes munkája van, adót fizet, az bizonyos értelembe véve azért essen már más megítélés alá értelemszerűen, mint aki csak a pénz részét, mert ez azt jelenti, hogy nem csak a pénz részét halmoztat fel, hanem létrehoztad azt az új nemzedéket, aki majd létrehozza azokat a javakat, amiket... közgazdasági, azt az erőforrás részt, amire óhatatlan szükséged van, ahhoz, hogy a társadalom egészséges módon... Csak hát nyilván óriási ellenállás van ezzel szemben, csak hát... Van ugye még egy vetülete az egész kérdésnek, ami nyilvánvalóan szorosan összefügg a szemünk előtt kibontakozó migrációs válsággal, ami nyilván minket a saját migrációs válságunk érdekel, de azért ez egy világméretű válság. Most maradván az ENSZ-nél, mert persze, Imre mondta, hogy nem szereti ezeket az előrejelzéseket. Hát igazándiból nem nagyon hiszem. De azért önmagában a demográfia egy viszonylag exakt tudomány. Lehet, hogy az okokat nem tudja megmagyarázni, de a trendeket föl tudja vázolni, mert az matematika, és ott nem nagyon szoktak. Ami már múlt, az kétségtelen lerajzolható. A múltra tökéletes. A jövőre ott vannak kisebb problémák. Esetre a mai tudásunk szerint, most nyilván nagyon elnagyolva a számokat, az előttünk álló évtizedekben az lesz a trend, hogy Afrika népessége közel meg 4-szereződik. Pillanatnak bent van a... Ázsia megduplázódik, ugye Ausztrália, Észak-Amerika az úgy nagyjából szinten marad, nincs szignifikáns változás, legalább önmagukat reprodukálják. Most persze kivéve a bevándorlást, mert az egy másik történet, arról akarok kérdezni. Dél-Amerika is megduplázódik, és az egyetlen földrész, ahol a benszülöttek, a fehér rassz, az szignifikáns csökkenést mutat, ez ugye Európa. Na most ebből pedig az következik, amit látunk, hogy a történelem egyebek mellett azt is megtanítja, hogy azoktól, akik nem szülik tele a nekik rendeltetett territóriumot, azoktól el szokták venni azok, akik meg annyit szülnek, hogy a sajátjuk az... Nem vagyunk kicsinek... mi kiváló iskola példa Magyarországon? Kicsinek bizonyult, és hogyha csak most Afrika meg 4-szereződését vetítjük előre, mint rettenetes rémképet, ami jelen a most ismert, elmúlt 15-20 éves demográfiai adatokat figyelembe véve realitás, ha ezt megnézzük, ehhez hozzátesszük, hogy Afrika a jelenleg ott élő 1 milliárd embert sem képes semmilyen tekintetben eltartani. Képes lenne, nem tudom, illetve úgy azt mondom, nem tudom, hogy egyáltalán képes lenne, de nem képes. Ez a, na most már messze. Igen. De ha, messze van már Kolozsvár. Ha meg fognak 4-szereződni, és... Már most nincs mit enni és inni, képzeljük el, hogy mennyi lesz akkor, ha 4-szer ennyien lesznek, akkor el fog indulni 2 milliárd ember. Mert az olyan, hogy elindul. De és akkor mit csinálunk? Önmagában még az elindulás sem volna az emberiség számára tragédia, abban az esetben, hogyha akik elindulnak, azok azért egy masszív kultúrát hoznának magukkal. Tehát van egy világos elképzelésük arról, hogy oda megyünk, akkor helybe is lehetne vele valamit kezdeni. Hát igen, ez mondjuk valószínűleg látszik, például már éppen ezért automatikusan, tehát ami a lényeg, hogy automatikusan kizárhatjuk annak a lehetőségét, hogy ez bármilyen kultúrát hozna magával. Ennek következtében tegyük azért mindig hozzá, nem elsősorban ő tehet róla, van, hanem az elmúlt 500 év során, tehát azért a nyugati fehér embernek van némi része abban, hogy létrehozta ezt az állapotot. És Ennek az a következménye, hogy tulajdonképpen tehát hulladékszerűen, veszélyes hulladékszerűen burjánzik. Ennek következtében ő csak élősködőként, még egyszer mondom, alapvetően nem ő tehet róla, ő is áldozata valaminek, ami nyilván egy hosszú történet, de élősdiként érkezik ide. Németországban pontosan látjuk, ami az elmúlt ugye Willkommenskultúr. Hát az Willkommenskultúr abból áll, hogy oda ment most már lassan kb. 2 millió ember, mindazt, amit egyáltalán ott fel tudna élni, vagy úgy érzi, hogy fel tudja érni, anyagi, és persze nem csak anyagi, hanem lelki, erkölcsi javakat is, azt rohamos gyorsasággal felzabálja, aztán hát majd azt meglátjuk, mert a történetnek nem csak nincs vége, hanem még tulajdonképpen az elején tart, majd meglátjuk ennek a következményeit, pedig ez csak egy icike-picike kis jelzés volt, mert potenciálisan Afrikából minimum 1 milliárd ember indulhat el abba az Európába, ahol mondjuk akkor már csak 400 millió fehér ember fog összesen élni, tehát ez egy picike kis jelzés, és már ez a kis jelzés is arra utal, hogy tökéletesen kezelhetetlen a helyzet. Ennek következtében igenis kellene egy világstratégia, de mindig itt akad meg, szóval minden probléma itt akad meg, hogy ilyen világstratégia csak akkor tudna létrejönni, hogyha a világ meghatározó tényezőinek lenne egy közös elbeszélési módja arra nézvést, hogy mi van, és ebből kiindulva mit és hogyan kellene tenni annak érdekében, hogy azért ne a legsúlyosabb helyzet következzen be. De ilyen nyelv nincs, sőt, a nyelv létrehozásának, tehát a közös nyelv létrehozásának elemi feltételei sem adottak, még sötebb, valójában, mintha mindenki abban lenne érdekelt, hogy nehogy már véletlenül ez a közös nyelv kialakulhasson, mert... és ez is logikusan, ezzel kapcsolatban is logikusan lehet érvelni, az, hogy ezt a személyt onnan az Alternativa für Deutschlandból azonnal kirúgták, tehát még a pártból is kirúgták, aki egyáltalán, hát hogy mondjam, egy alternatív beszédmódot próbált volna alkalmazni arra, hogy Németország miért kerülhetett ebbe a helyzetbe. Ez arra utal, hogy ma minden létező, még az alternatívaként fellépő politikai erők között is van egy cinkos egyesség arra nézvést, hogy a leglényegesebb kérdések azok örökre tabu maradnak. Vagy lehet ezt csinálni. Van egy páni félelem, hogy ezeket idő előtt ne hozzák a felszínre, mert akkor olyan ellenállásba ütköznek a társadalom elbutítása révén, hogy politikailag nem tudnak tovább menni. Ugye ezt nem tudjuk. Lehet ezt csinálni, persze, és hát nincs kétségem afelől, hogy nagy valószínűsége ez fog történni, hogy a legutolsó pillanatig, tehát a minden szétrobbanása, szétrohadása és elpusztulása előtti utolsó pillanatig tabu lesz minden alapvető kérdés, amelynek feldolgozása, az azzal való szembesülés, és az arra adandó olyan válasz, ami mégiscsak valami emberséges viszonyokat adhatna, lehetővé tesz. Hát most körülbelül tartom. Igen, ugye mi itt Európa közepén és Közép-Kelet-Európában, Kelet-Közép-Európában, ugye mégiscsak még van bennünk valamiféle önfenntartási ösztön, ha már fajfenntartásit el is veszítettük. És az önfenntartási ösztönünk az egyebek mellett abban nyilvánul meg, hogy mi föltartjuk, teszem hozzá, ameddig nyilván, ameddig képesek vagyunk rá, feltartjuk a migráns áradatot. És kerítést építünk, és a többi, és a többi. Beszéltünk már erről itt milliószor. És pár nappal ezelőtti hír vagy ügy, ennek az tökéletes ellentéte, hír érkezik Spanyolországból arról, hogy 100 000-es nagyságrendben kimennek a spanyolok az utcára, hogy engedjen be a kormány még több migráns. Ami nyilvánvalóan konkrétan az elmebetegséggel egyenlő, tehát nem fölfogható. 81-ben voltam ott gyakornok. Igen. Az akkori Spanyolország gyerekbarát, családbarát, amit el tudsz képzelni, katolikus, persze. Vallásos. 2,6 volt akkor a termékenységi ráta, most 1,2. 35 év alatt ekkora fordulat állt be. Igen. Én is 82-ben voltam ott először. Igen, de ez van, tehát nem tudunk mit csinálni, ez létezik, tehát most nem tehetünk úgy, mintha nem létezne, kiindulni csak ebből tudsz, hogy ki lehet vinni 100 vagy akár 200 000 embert is az utcára, aki lelkesen követeli, hogy ez a sertés elvtársak szavazzatok a Böllérre, mert az a legjobb. Böllér listája a legmenőbb, persze. Jó, csak akkor is ez egy ilyen kicsit olyan lakmuszpapírszerű mégis, mutat valamit, és ez még talán súlyosabb. Nézd, jó, ha tudunk. Súlyosabb, mint a 2015-ös német elmebaj, mikor kis táblákkal álltak az állomáson a Wilkow. Igen, az legalább ilyen szemérmes volt. Teljesen elhűlt kretének. Spanyolok egyébek mellett akkor még Münchenbe is. Büszke öntudattal tüntetnek, hogy ők szeretnének még több. Tulajdonképpen le kéne bontani a marokkói határkerítést, ahol napi 600 kötőjel 1000 fekete afrikai próbál átvászni, és azt nyomorult spanyol határőrök ott küzdködnek, mint disznó a jégen. Jó, remek hírek. Sikerült megint jó kedvet csinálni. Remélem önök is boldogok és megnyugodtak. Rövid szünet, aztán jövünk vissza. Folytatjuk a háttérképet Borossal és Bogárral, és hogy bizonyítsuk, hogy milyen mérhetetlenül hírérzékenyek vagyunk, kicsikét nátózzunk, ha már egyszer éppen most zajlott le Münchenben a szokásos éves biztonságpolitikai konferencia, értekezlet, összeröffenés, ahol is ugye az Egyesült Államok, már Trump otthon, aztán ugye idejött az alelnöke, Pence, és előkerült az örökzöld téma, ami egyébként egy eléggé régi amerikai követelés, hogy minden NATO tagállam lesz szíves kivenni a részét a NATO fenntartásának költségeiből, ami apró pénzre váltva azt jelenti, hogy ugyebár az a NATO-n belül az általános megállapodás, vagy a szerződés része, hogy minden NATO tagállam a GDP-jének 2%-át fordítja úgymond védelmi költségekre, és hát, hogy ezt meglehetősen kevés NATO tagállam teszi meg. Majd külön, ha megnéztük az első dolgokat, majd Imre itten elővezeti a kis táblázatainkat is, csak most jelzem, hogy majd pont ezért fogunk visszakanyarodni Görögországhoz, mert azon kevés NATO tagállamok egyik, akik aztán kiveszi a részét. Derekosan kiveszi a részét. Volt, hát erősebb serege van, mint a Bundeswehr. Iszonyat, hogy mit költ katonai kiadásokra. Teszi ezt elég régóta, miközben olyan helyzetben van, amiben. És nem is szóltak rá eddig, hogy ez túl sok. Sőt, ez az egy, ahol nem kell spórolni. Minden más. Az, hogy vegyük el a fizetést mindenkitől, az több frankos. És bocsánat, tegyük hozzá, hogy teszi ezt a szintén NATO-tag szomszédjára fenekedvén. Tehát, ami nagyon izgi azért, mert az viszont nincs benne ezekben a papírokban, hogy egymás ellen kell a NATO-tagoknak ezt a rengeteg pénzt kiadni. Na nézzük, hogy áll a NATO. Először is akkor én azt mondanám, hogy nézzük meg a költségvetést, és akkor nézzük meg azt, hogy az Egyesült Államok, illetve az összes többi mennyi anyagi terhet vállal pillanatnyilag. Ott van ugye, hogy Egyesült Államok katonai költségvetése 600 milliárd dollár körül van, és 270-80 között imbolyog az összes többi. Ugye itt a számokhoz hozzá kell tenni, hogy valószínűleg az Egyesült Államoknak a teljes költsége nincs benne, hiszen az Egyesült Államok hadügyminisztériáin vannak könyveit nem bírják 16 éve auditálni. Érthetően nem kevesebb, hanem esetleg több folyt oda. Ez az egyik része a dolognak. Ez csak a transzparencia jegyében van. Mert ez az az Egyesült Államok, amelyik rettenetesen nagy száját. Pedás módon. Mindenkinek transzparensnek kell lenni. Egy speciál kivéve őket. Meg a fékek, meg az ellensúlyok. Meg az ellensúlyok, azok nagyon működnek minden. Szóval egyébként még ez az is hozzá van rakva, hogy az Egyesült Államok ilyen horribilis, vagy ennél is nagyobb katonai kiadásai azonban nem csak a NATO miatt vannak, hanem vannak egyéb más, a világnak más területein lévő katonai akciók. De azért mégis elgondolkodtató ez az arány, hogy ilyen nagyon gyengén van. Most beszélünk arról, ugye, hogy 2%, hát akkor számszerűsítsük, hogy körülbelül az a 2% mit jelentene. az Európai Unió tagországát, lényegében majdnem minden Európai Uniós tagország, egyben NATO tagország is, ők Ausztria nem, Svédország nem, ugye, ha jól tudom. Tehát ezeket a egyébként kicsi országot levéve, körülbelül olyan 16 000 milliárd dollárnyi lehet az Európai Unió egybevetett GDP-je. Ha azt mondjuk, hogy, és ez egy szám, ez megállapított szám, hogy körülbelül 1,5%-on áll az átlag, akkor körülbelül hiányzik egy olyan 80-100 milliárd dollár évente, ebbe a 100-ba a kanadaiak is bent vannak, mert ők sem méltóztatják agyon terhelni magukat katonai kiadásokkal, de hát a kanadaiakat ottan nagyon nem fenyegeti senki, talán az USA nem kapja be őket, ugye más meg ki. Úgyhogy a kanadaiak valószínűleg nem fogják. Mint ahogy az USA-t se fenyegette. Őket se fenyegette soha senki nem is bántotta, ők püfölték a mexikóiakat, mindenkit, akit kellett, Európába beszállt a két világháborúba. No tehát itt tulajdonképpen akkor látjuk azt, hogy hát azért Európában ne kicsinyeljük le ezt a kis kiadást, ez a 80-100 milliárd, mert eléggé ki vannak feszítve a költségvetések, ugye? Majdnem mindenhol a 60%-os Európai Uniós cél az már a vicc kategóriába megy, mi megyünk oda lefele, az összes többi meg már régen, már integetni se tud a 60%-nak, tehát nem olyan egyszerű ezt teljesíteni. Tehát itt kemény viták lesznek, viszont azért az amerikaiak igazságát se kicsinyeljük le, mert azért van benn valami. Na most mire szoktak hivatkozni? Hát az oroszokra, hogy ez a ronda orosz medve, ez itten bekap titeket, úgyhogy kérnénk a második táblázatot, egyben az utolsót, ami azt mutatja, hogy a különböző NATO tagországoknak mennyi az éves honvédelmi, katonai kiadás, honvédelem. Tehát ugye látjuk Amerika ezzel a 600-assal, akkor ott vannak az angolok elég szép összege, németek, franciák, és ott van az orosz 66 milliárddal. Hát körülbelül ugye nagyjából a muszklik is ilyen erősek lehetnek. Most nem azt mondom, bizonyos fegyvernemi dolgokban nem lehetnek aszimmetriák, mert azok biztos, hogy vannak. Meg nem lehetnek kisebb-nagyobb, hogy mondjam, ebből adódó veszélyek, de azért én attól azért nem nyomnám tele a pempeszt, hogy az oroszok most fognak, aztán meg se állnak a tankokkal az Atlanti-óceánig pillanatlag. Ez nincs benne a helyzetben, azért adjuk meg. De el van mondva nekünk. De meg van mondva, be vagyunk ijesztve, rettetesen be is vagyunk gyulladva. Mind a mellett ugye ez lényeges. Na most a NATO-ban, ahogy mondtuk, vannak kicsit jobb tanulók, meg a zöme az eléggé gyenge tanuló. Tehát magyarán szóval, akik teljesítik ezt a kiadást, ugye elsősorban az Egyesült Államok, bőven 3% fölötti kiadással, Törökország. Európából lényegében a United Kingdom, tehát a Anglia, ők ugye folyamatosan mindig, ha Amerika valahol a világban úgy érzi, hogy neki egy kis demokracit kellett exportálni, akkor az angolok, hogy mondjam, beszállítóként exportálták a demokráciát. Emlékszünk, Irakban ENSZ felhatalmazás se volt, angolok voltak először, akik beléptek, még a franciák is azt mondták, hogy nem, a szocdem német kancellár azt mondta, ő aztán igazán nem. A franciák valahol ott a 2%-os határon billegnek, említésre került ugye Görögország és Törökország, érdekes módon, hogy Lacit idézni, talán éppen egymással szembe fordítják egy kicsit a puskát, és a görög sereg, talán, gyerekek, a görög sereg létszámban a Bundeswehr, a katonai kiadások volumenébe is igen tekintélyes, török seregről nem is beszélve, de hát ez talán már nem a NATO kifele történő védelmi feladatai. És Lengyelországot külön megemlíteném, mert Lengyelország meg ugye abba a páni félelemben, amiben évtizedek, sőt talán évszázadok óta él, hogy két hatalmas ország, meg erős nép között, az oroszok és a németek között vergődik. Ráadásul vannak kisebbsége is, ugye korábban jelentős német kisebbségét ott, amit voltak szívesek elhajtani a második világháború után. Oroszok egyszerűen betolták Németországba, Lengyelországot. Odera-Neisse határ még mindig fölmerül, hogy akkora szent és érhetetlen. ugye ők azért jelentős, és még az észtek azok, akik túlfegy, a többi meg Belgium 0,8%-a, mi se vagyunk az 1% határán. Na most viszont nagyon tanulságos, hogy bizonyos nemzeti érdekek is sarkalnak minket arra. Vegyük tudomásul, hogy hol vagyunk. Ha más nem, a migránsügy rászorított ennek a megértésére. Mert ugye tulajdonképpen a seregünket elbocsátottuk. Tehát nekünk nincs seregünk, nekünk vannak bizonyos katonai képességeink. Van tizenakárhány darab röpzajunk, ami jó, meg egy pár ilyen oktatógép. Aztán van nevetséges mennyiségű tankunk, azt hiszem, hogy fele mondjuk a határig lerobbanna, nem érne oda sehova se. Minden környező kisebb államnak nagyobb izé van. Létszámba is tényleg vicc a magyar hadsereg létszáma, nem véletlen már a határőrizethez is embereket kellett volna, ugye, vagy megkezdődik. Tehát ez a felismerésen túl vagyunk. Hála Isten a gazdaságunk egy fellendülő fázisban van, mert minden 1%-nyi többlet gazdasági növekedés körülbelül 150 milliárdot automatikusan bepakol a költségvetésbe. Tehát az a körülbelül 1%-nyi elmaradás, ami ugye megfelel olyan éves 1,2 milliárd dollárnak, azt azért egy belátható időn belül pótolni lehet, és hozzáteszem, nem csak azért, mert az amerikaiak ezt domálják, hanem nemzeti érdekből is. Tökéletesen egyetértek. Ez a görögökről szeretnék még hallani, de előtte csak így eszembe jutott Oroszország kapcsán. Egy hete olvastam, 444.hu-n, kis kedvenceim. Következő volt a cikk címe. A lejtőn nincs megállás. A tartalma pedig az volt, hogy Oroszországban előrejelzések szerint most idén 17-ben a GDP arányos hiány lehet, hogy 15,7%-ra is fel fog ugrani. De még egyszer, tehát a lejtőn nincs megállás, mert 15% az oroszoknál a hiány. Nézzük már meg egy pár helyen, hogy mennyi. De ilyen nincs. De mondom, ez egy vicc egyébként, mondom, ez nem igaz. Mennyi Amerikában a GDP arányos? 100 körül van? Olaszországban 130. Ez az izét mondod, az eladóság. Az adósság. Egyébként Amerikának 25% alatt van. Az elmúlt évtizedben ez az adat hát kb. 3-szor, vagy talán 4-szer volt 10% felett Amerikában is. Persze, tehát Obama alatt, tehát a legnagyobb eladó... Két malomba örültök. Te beszélsz a hiányról, én arról Zsolt meg kezdett beszélni az adósság nagyságáról. Én az adósságról beszélek. Igaz, arra mondják, hogy a lejtőn nincs megállás, mert 15 hétre fölmegy az oroszoknál. Ja, az adósság, az államadóság. Én azon röhögtem, hogy Amerikában 105. Amerikában 105, Olaszországban 130. Akármennyi. Portugáliában. És szegény oroszoknak. De Amerikában a költség, az egyéves hiány is volt 10% felett volt, tehát ehhez annyi volt, mint Gyurcsány legszebb évében. Na, csak ezt ez jutott így eszembe, de visszatérve a görögökhöz, mi lehet az értelme annak, hogy miközben, hát akkor jó, maradjunk ennél. A görög adósság 170%-ot elhagyta. Most megint ugye Görögország ott tart, hogy júniusban kéne kicsengessen valami, nem is tudom, valami irgalmatlan összegű lét, amit szemmel láthatólag nem fog tudni, úgyhogy már össze is ültek Brüsszelbe, hogy mégis akkor hogy mentjük meg Görögországot. Hát egy kanyart hogyan tegyen az a pénz, ami majd visszamegy. És ehhez kép még egyszer, ugye, megvágják a közalkalmazottak fizetését, leépítés, kirúgás, nyugdíj megvonás, Egy dologhoz nem nyúlunk hozzá, a fegyvere, az, hú, az nagyon kell. Miért? Jó, tehát azért ilyenkor mindig érdemes oda visszatérni, hogy az ember tudományosan magát ugye homo sapiensnek, tehát ugye bölcs embernek, aztán a közgazdaságtan is homo economicusról beszél, aki abszolút racionálisan, a legteljesebb észszerűséggel. Ez látszik a földállapotán. Látszik, általában így van. Tehát amit művel az emberiség, és akár csak ez is, tehát önmagában ez, hogy két szomszédos NATO tag a katonai kiadásai azért olyan rendkívül magasak, mert állandó életveszélyes veszélyes fenyegetésben vannak egymással, és mivel a NATO-nak van egy folyamatos konzultatív testülete értelemszerűen, ahol a legcsekélyebb surlódást is azonnal le lehet simítani a NATO tagok között, ehhez képest elég érdekes, hogy most már évtizedek óta, mert évtizedek óta valahogy a 80-as évektől lett mind a kettő NATO tag, tehát lassan 40 éve semmit nem sikerült előre lépni. Tartok tőle, hogy az érintettek olyan nagyon nem is akarnak ebben előre lépni, mert az a legjobb, hogyha mind a kettőnek tudnak rengeteg fegyvert eladni. Ugye akkor még Miskolcon éltünk, ott 80-ban, amikor nem lehetett aludni nyáron, mert hogy próbálták ki azokat az ágyukat azon a nagy lőtéren a Bükkben, amelyeket Iraknak is, meg Iránnak is szállítottunk, és akkor terjedt el, hogy ebből is látszik, hogy a magyar fegyverek legyőzhetetlenek. Diósgyőrbe. Mind a két, persze, Diósgyőrbe, igen, Diósgyőrbe gyártották. Tehát végül is marha jó üzlet egyébként, és hát azért azt mondjuk el, hogy a fegyverexport 70%-a ma is Amerikából származik, a maradéknak a fele az meg Németországból, és hát Törökország. Igen, Törökország, meg Görögország alapvetően amerikai, meg német fegyvereket vásárolt, tehát Amerika, meg német az ezzel foglalatoskodó tőkestruktúrák számára ez például nagyon előnyös. Persze. Ebből következik. És hát visszatérve az még egy pár mondat erejéig a NATO-ra, szóval védelmi szövetségként tételezi önmagát, rendben van, de azért azt nem lehet nem észrevenni, az Imre is részletezte ezeket, hogy azért tehát védelmi kiadás az egészen más jelent az Egyesült Államok számára, más jelent Törökország számára, más jelent Görögország számára, más jelent Észtország vagy Lengyelország, és persze más Magyarország számára is. Tehát önmagában véve az van ennek nemzeti definíció. Persze, tehát az egy logikus dolog, hogy akkor azt mondják, hogy bizonyos normákat be kell tartani, de ahhoz azért mégis először tartalmilag kellene definiálni azt, hogy az adott ország számára mit jelent általában a katonai védelem, és azon belül, mert azért először az országnak a saját védelmi stratégiáját kellene megalapozni, és miután ezt megalapozta, mivel tagja egy szövetségnek, egy védelmi szövetségnek, akkor össze kellene hangolni a saját védelmi stratégiáját a szövetség általános védelmi stratégiájával, ahol viszont közös nevezőre kellene, ez nem megy másféleképpen, közös nevezőre kellene hozni ezeket a rendkívül eltérő érdekeket. Merjük kimondani, hogy Amerikának, mint földrajzi entitásnak a világon semmiféle védelmi szükséglete nincsen. Hát ha van védett birodalom a világtörténelemben, akkor az pontosan Amerikát. Valaki ránéz a térképre, akkor pontosan tudja, hogy Amerikát a világon semmi nem fenyegeti, egyedül és kizárólag azok a hatalmak tudnák fenyegetni, ilyen lényegében csak egy van, ez kétségtelen Oroszország, amelynek vannak olyan célba juttató eszközei, na de könyörgöm, 40 éve, vagy lassan 50 éve zajlanak a két ország között azok a tárgyalások, amelyek egyébként vezettek is eredményre, igen. Ilyen értelemben véve, és a jelentős részét ennek le is építették, és a továbbiakban sincs semmiféle strukturális akadálya annak, hogy kölcsönös biztosítékokat adjanak egymás számára ahhoz. Ezek a fegyverek, szóval azért nem kell, tehát ennek a két hatalomnak, tényleg csak egyetlen mondat, azért nem kell most már kísérleti atomrobbantás, ugye lassan 50 éve annak is, vagy 40 év, hogy kölcsönösen betiltották, azért nem kell kísérleti atomrobbantásokat végezni, mert számítógépesen szimulálható. Akármilyen új fegyvert fejlesz ki, nem kell konkrétan felrobbantani, mert a számítógéppel tökéletesen szimulálható, hogy működik-e az a fegyver. Na most ebben, ha itt tartunk már 40 éve, akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy réges-régen meg lehetett volna már kötni ezeket az egyezségeket, és folyamatosan meg lehetne, tehát tizedére le lehetne vinni akár mind a két országnak a védelmi költségeit, mert az Amerika önmagában ugye a NATO költségvetés, amit 70%-át adja, körülbelül, tehát a zömét a NATO költségvetésnek olyan globális katonai elkötelezettségből adódó kiadások teszik ki, amelyekhez, legyünk őszinték, Amerikán kívül az összes többi NATO tag most mit tud azzal kezdeni? Hát egyezzen ki egymással ez a két nagy, és akkor mindjárt egészen másképpen festenek a védelmi költségei a kicsik számára. Egy szempontot azért ne felejtsünk el, felét bemondtad, Laci, nevezetesen, hogy akik puskát gyártanak, meg hadfelszerelés, azok őrületesen érdekeltek ebben, mert nagy rajta profit. Mert ugye a repülőt lehet aranyáron adni, egy új repcsi, néha több, mint az arany. De van más is. Azok az országok, ahol nagyon komoly nagy a sereg, ott a seregnek, mint intézménynek van egy önmozgása, és hatalmi tényezővé vál, akármilyen demokrácia van. Görögország, Törökország tipikus példája ennek. Görögországban és Törökországban is, ugye volt az ezretesek diktatúrája, emlékszünk, nem olyan régen, Törökországban, meg Erdogán, nem tudom, hogy végleg le tudta-e fejezni azt a katonai bagást, akik időnként azt mondta, na most már elég a demokráciában, zsipsze, elzavarták a kormányt, az valami újat csináltak, de más dolgok is vannak. Azért azt se felejtsük el, hogy bár ilyen pillanatnak az Egyesült Államokban nem nagyon látok, de azért óriási befolyással vannak a kongresszusra. Hát itt van ez a McCain nevű ember, szenátor. Hát ez úgy üvölt, mint a fába szorult féreg, és az oroszokra hányna a tüzet, hát nevetséges, amit csinál, hogy az hű, mekkora veszélybe, itt van. Hát ott be van építve a kongresszusba. Nem csak ő, mások is. Magyarán szóval nekik ez anyagi érdekeltség, olyan szempont, hogy ha feszültség megy lefele, akkor nekik a biznisz romlik, illetve a megbízók méretetlen boldogtalanok velük. Tehát ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni. Na most, hát kisebb NATO országoknál ez valószínűleg nem annyira izgalmas, mert ugye annak idején nem nagyon kellett attól félni, hogy mondjuk Jaruzselszky mellé Cinege Lajos is fölkapja a szemüveget, mert magyar sereg már akkor is romokba volt. Nem csak az a befejezésképpen, hogy lecsengetve a témát, hogy azt tudjuk, egy visszatekintve egy 100-120 évre, hogy mindig voltak a világgazdaságban olyan húzó ágazatok, amelyek túlzás nélkül mondhatjuk, hogy tényleg az egész világot, ha úgy tetszik, működtették. Ilyen volt a 20-as évektől a gépjárműgyártás, ugye, amikor Henry Fordnak hívták azt, akihez mindenkinek igazodni kellett. Aztán most térdig gázolunk a PC világban, de most nem a politikailag korrektet értem ez alatt, hanem a számítógépek és telekommunikáció és telefónia, most ugye az Apple, meg ezek most az új Henry Ford. Digitális világban vagyunk. Bill Gates, az új Henry Ford, meg az újak, igen. De hogy hiába vannak ezek, azért valahol a fegyvergyártás az meg az örökzöld. Az mindig, az maradt, azt nem tudta soha semmi kiváltani. És valószínűleg a Lockheed Martin még mindig fogja gyártani a harci repülőgépeket. De még a kézifegyvergyártók is egészen jól megvannak. Igen. Németek, belgák, amerikaiak. Persze. És ráadásul azért nyilván ezzel is meg kell birkózni az emberiségnek, hogy változatlanul nyilván ezek az adatok nem feltétlenül publikusak, de több 10 millió ember dolgozik a hadiparban, és ha úgy tetszik, neki a kenyerét jelenti ez az egész, nem is beszélve azokról a technikusokról, mérnökökről, akik, tehát ilyen értelemben tudomásul kell venni, hogy igenis van egy hamis, persze összességében ez hamis, de mégiscsak van egy érdekeltség abban, igen jelentős érdekeltség, és ilyen ebben az értelemben ez egy szellemi probléma is, hogy hogyan lehetne valamilyen értelemben lecsillapítani azokat egyébként hamis, ha már megként említetted, azokat a hamis, teljesen nyilvánvalóan hamis célokból veri a tamtamot annak érdekében, hogy mindenféleképpen bizonyítsa azt, hogy ezért kell van szükség ilyen hatalmas kiadásokra. Még egy dolgot beletennék. Azért évtizedek óta, talán már 100 évet legalább, mindig a hadipar az, amelyik először hasznosít olyan tudományos felfedezéseket, mert valamilyen módon az emberiség mindig azon esterkedik, hogy a másik csapatot hogy kéne elpusztítani, aminek aztán, és van rá kutatásra pénz elegendő. Volt az atombomba kiagyalására, a hidrogénbombáira, szerintem a vírusfegyverekre, a vegyi fegyverekre, és meg ez a jóisten tudja még mire, nem? A high-tech azért mindig a hadiparban kezdődik, mert ott számolatlanul gorják ki a pénzt. Hát azért ha számolatlanul gornák ki a pénzt más kutatóintézmények, akkor valószínű, no, de nem más kutatóintézetek is nagyon kiváló eredményeket tudnának. Nem teszik, mert először mindig a másiknak a lenyomása, és akkor mi kell ehhez? Van rá pénz? Na, gyerekek, állítsunk be 200 embert, aztán találják ki ezt. Nem is kérdés, hogy van-e rá pénz, egyszerűen csak kell és kész. Erre van rossz kész. Olyannyira nem kérdés, hogy akkor kanyarodjunk vissza befejezésképpen az egyik kiinduló pontunkhoz. olyannyira nem kérdés, hogy erre számolatlanul van pénz. Te az elgórt kifejezést használtad, mert Székelyföldön úgy mondanák ezt, hogy elpalták a pénzt. Elpallották, ja, apám is szokta mondani. Hogy ugye, mondjuk ki még egyszer, az Egyesült Államok Honvédelmi Minisztériumának költségvetését, könyveit évtizedek óta senki nem tekinthette meg. Ideértve az aktuális amerikai elnököket. Meg az auditorokat is. Tehát az nincs. Oda csak megy be. Okay. Azt meg valószínűleg nyilván sokan tudják, hogy a legközvetlenebb civil életünkben olyan dolgokat köszönhetünk a hadiiparnak, mint tépőzár, cipzár, konzerv, hogy csak így néhány apróságot. Napóleon óta konzervet. Az a helyzet, hogy elfogyott az időnk. És a sebészet gyors fejlődését a szolfel. De ebben már nem menjünk bele. Nem menjünk bele. Én akartam volna beszélni az olimpiáról, ami szerintem mindenféle szempontból egy szimbolikus dolog. Azt hiszem, egy hét múlva is téma lesz. Maga az olimpia is, meg az addigra is, már érik a hogy téma. Nem lesz Budapesten olimpia, de hát akkor, mint múlt héten beígértem a demográfiát, most beígérem jövő hétre az olimpiát. Uraim, köszönöm, hogy itt voltak. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk, a viszontlátásra.